Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a mai podcastunkban, ismét videón, és ismét elnézést kell, hogy kérjek, de menni kell a klímaberendezésnek, mert különben nem lehet kibírni, és a szobában ezért van az alapzaj, amit utána megpróbálok kiszűrni, de hát nem mindig sikerül teljesen. Úgyhogy akkor átadom Attilának a szót. Köszönöm szépen, hát amúgy miattam van, mert én vagyok általában ahogy is mondjam, érzékenyebb a magasabb hőre, magyarán izzadok, mint egy ló. Nem is tudom, hogy a ló azt tud izzadni? A kutya nem. Én nem tudom, a kutya nem. A kutya az azért lihegy. Igen, azért lihegy, meg ugye ebből is van probléma, amikor bezárják az autóba, és akkor ott azért szerencsétlenek nagyon szenvednek, mert nem tud egyáltalán, nincs egy izzadság, ugye, azt hiszem. Szóval intermezzo miattam megy a légkondi, hogy akkor elvigyem ezt a keresztet. És a mai podcastot, mint mindig, ugye most már úgy kezdjük, hogy elmondom a makrókat, hogy mi van, mi volt, mit, mire készülünk, mi a helyzet, jó? No, azt mondja, hogy a múlt héten, kérek szépen mindenkit, nagyon izgalmas hetünk volt, ugyanis nagyon sok érdekes adat jött ki. CPI-ok mozgatták főként a piacot, és ezek között kiemelném az amerikait. Azt vártam, hogy egész héten a piac valójában, ez csütörtökön volt 10-én, augusztus 10-én, és ki is jött az adat. Erről csináltunk ugye egy közös, amúgy közösen, mert az event managerrel, én pedig az élőkereskedéssel egy ilyen kis, aki még nem látta, YouTube-on fönt van, olyan, mint egy sport, közvetítés. Igen, még annak idején, hogy Szepesi György csinálta volna, akinek mond ez valamit. Igen, hát nekem nem. Jó, ő közvetített így, teljes szívvel, lélekkel benne. Ja, igen? Na, jó, akkor egy ilyen Szepesi féle videót sikerült összehoznunk, véletlenül. Aztán az azért sikerült ilyen jól, mert amúgy én a dollár gyengülést vártam, szóval mint az előző podcastban mondtam is, hogy én ugye 3 vagy 3% alatti CPI-t várok, és akkor ebben az esetben a dollár majd tovább tud gyengülni, és dollár gyengülésre is álltam be. Most amikor kijött a CPI adat, ugye az évesített százalékra beszélek, az 3% volt az előző hónapban, 3,3-at vártak, és 3,2-et, szóval a várakozásnál kevesebb, de az előző adathoz képest pedig nagyobb. Na most az járt, amikor a videót vettem föl, az járt a fejemben, hogy most ezt a piac hogyan fog érzékelni, hogy akkor most dollár erősödés, vagy inkább gyengülés, dollár erősödés, vagy inkább gyengülés. Na most, amikor már láttam a dollár japánjának volt akkor nyitva a csártya, az látszik is a videón, hogy M1-esen, és most nem a magyar királyi tévéről beszélek, hanem az M1-es csárton, vagy a perces csárton, már több tüskét csinálsz, szóval megállt és megjelentek a dollár japánjának a vevők, akkor döntöttem, hogy jó, hogy baj lesz, és inkább dobtam az egészet, és jól is tettem, mert ki is lőtt amúgy az ellentétes irányba, és jó döntés volt inkább zárni az összes pozíciót. Szóval nehéz piacunk volt, mert tényleg nagyon szenzitív az egész CPI-ra per pillanat globális szinten a kereskedők többsége, és azért azt is tegyük hozzá, hogy ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, szóval egy év után, 12 hónapos csökkenés után most volt az első emelkedés a CPI adatokban az USA-ban, és ez arra adott ugye, következtetést, hogy amit a Fed is várt, hogy ilyen tapadós, ragadós CPI lesz. Ezt németek nem mondták, mert németek nem is erről, nem mindig a németeket figyeled. És ennek köszönhetően dollár erősödés volt. Na most fordulni kellett a piaccal. Mit is jelent ugye a CPI erősödés? Ez azt jelenti, hogy a gazdaság az pörög. Benne van az is, hogy természetesen a nyersanyagáraknak az emelkedése miatt is, hiszen azért a kőolajár az nagyon szépen rallizott az elmúlt egy hónapban, és ennek köszönhetően azért az energiárak is növekedtek egy picit az USA-ban, és ez benne van azért plusz. Ami rátette az íre a pontot, az, hogy kijött a pénteki adat, az amerikai PPI, ugye ez a Producers Price Index,
és mind a kettő, mind a core, mind a normál az, az magasabb lett, 0,3%-os bővülés. Na, szóval már látszik az, hogy ugye az a termék, amit elkészítenek, ugye a gyárkapuban a gyártó, vagy a gyártói ár, előállító ár is növekedett, szóval magyarán akkor a nagykeres növekedni fog, akkor a kiskeres növekedni fog, és akkor ez azt meg fog jelenni majd a CPI-ban, hogy az is növekszik. És ugye ezt a gondolatmenetet lekövetve, ugye abban is gondolkodtam, mondom, hogy akkor jó, akkor mi van ilyenkor? Jó, akkor tapadós lesz itt a CPI, akkor a dollár az megmarad bikán 5,5%. Szóval nem tudom, emlékszel egyáltalán olyan, amikor 5,5 volt? Nem, nem. De tényleg ez talán 2000-es év elején, lehet, hogy ott se? Én nagyon rossz vagyok ilyen dolgokban, de nem. Én 2008-ban akkor volt 5 vagy 5,25, de előtte már én még nem voltam képben. Szóval az én kereskedési időm alatt nem volt még 5,5%-os az alapkamat az USA-ban, és úgy néz ki, hogy ezt tartani is akargatják még egy ideig, szóval beálltam amúgy dollár-japán jelmunkba, majd kiszedett, sajnos volt egy óriási ilyen nagy tüskéje lefele az amerikai piacításnál, az kiszedett, de ma újra nyitottam, szóval a dollár japán ilyen longa vagyok, visszavettem a dollár-forint vételt, az aranyat pedig le shortolom, és belongoltam a Nasdaqot meg a DAX-ot. Ugyanis a következtetésem, ez az okfejtés? Vagy a spekuláció? A logikát. Igen, a logikám az a következő, hogy ha a CPI növekedett, akkor pörög a gazdaság. Így van. Hogyha pörög a gazdaság, akkor az adott cégek bevétele az növekszik. Igen, logikus. Hogyha növekszik az adott cégek bevétele, akkor ez egy pozitív dolog. Magyarán én szeretnék azokban a cégekben tulajdonos lenni, amelyek jól teljesítenek. Igen. Hogyha minél több ember így gondolkodik, akkor a részvénypiac az megindul tovább fölfele. Szóval itt egy elvállás van, ugyanis a piac az nagyon jól túlélte, szóval úgy néz ki, ez a soft landing-es sikerült, amikor a Fed azt mondta, hogy ők úgy próbálnak majd alapkamatot emelni, meg lavírozni, hogy ne sértsék a gazdaságot nagyon, hogy ez a hawkish rész ez ne jöjjön ki. És az úgy néz ki, hogy sikerült, mert az amerikai munkaerőpiac az nagyon erős adatokat közvetített, itt most a februári 517 ezer fős NFP-re is gondolok például, ami egy ilyen wow, mi volt. Szóval megindultunk abba az irányba, hogy a dollár erősödik azért, mert magas az alapkamat és a CPI is most adott egy emelkedő adatot, ugye 3-hoz képest 3,2. A cégek jókat jelentenek, jó a bevétel, szóval amúgy megpörög a gazdaság, és emellett pedig magasak a kötvénykamatok. Szóval ez egy ilyen nagyon ambivalens történet, hogy érdemes amerikai kötvényt venni és részvényt is, miközben a dollár megerősödik. Szóval ez nem így szokott történni, de most erre jutottam, ugye a saját kis spekuláció miatt, úgyhogy most ezekben vagyok benne, hogy Nasdaq long, arany sell, meg dollár japán yen long, és itt a múlt heti szenáriót le is zárnám, de Gézának voltam egy-két ilyen úgymond kommentekhez való reakciója, azt nem tudom, hogy el akarod mondani így a nagy közösség. Igen, is. Nyilván, szóval ugye a nagy többség csodálkozva vagy dicsérve kommentálta ezt az eseményt. Itt most az Attilának az élő közvetítéséről beszélek, de ugye voltak nyilván olyanok is, hogy hát miért nem azt mutatod meg, amikor vesztettél? Vagy bezzeg azt nem mutatod meg, amikor vesztettél? Na most erre én visszakérdeznék, te tényleg szeretnéd megnézni azt, amikor az Attila veszít? Nyilván nem. Ugye azt nem néznéd végig. A lényeg csak az, hogy nehogy a másiknak jó legyen, mert hogyha a másiknak jó, akkor az nekem nem jó. Vagy én nem tudom, szóval ez a bizonyos irítség, vagy nem tudom, mi diktálja ezt. Ezzel feltételezi azt, hogy az Attila az állandóan veszít tulajdonképpen, aztán most nyert egyet, és azt megmutatta gyorsan. Aki követ bennünket, az nyilván látta, hogy ez ilyen nincs, egy, kettő. Megmondtuk annak idején azt is, amikor elvesztette a 10 milliót, igaz? Igen. Igaz, azt is megnyomtuk, sőt, amikor az idők menedzser vesztett, én azt a videót is feltettem annak idején. Mert ez benne van a pakliban, egész egyszerűen. De most visszatérve a kommentároknak a logikájára. Nyilvánvalóan
Nem érdekli az, hogyha veszít valaki, de ha valaki nyer, abba bele kell rúgni. És ez az, ami nekem a hátamon föláll a szőr, ami nincs. Szóval ez annyira... De ez amúgy nem magyaros, nem? A magyaros azt tudod, ez a megdöglött a csirken, de nem majd szomszédnak megdöglött a terne. Szóval azért ez egy ilyen, hogy is mondjam, ez egy krónikus népbetegség is, nem? Nem tudom. A panaszkodás, az irigykedés, azért az inkább egy ilyen magyar, szóval magyar virtusban benne van, sírva vigad a magyar, ugye? Ezben is benne van az, hogy inkább ilyen az élemnek a másik oldalát szeretjük gyakrabban nézegetni. Meg ez az irigység. Szóval, azt a példát szoktam felhozni, hogyha az angolban, tehát a szomszéd vesz egy új autót, akkor a szomszéd azt mondja neki, Amerikában legalábbis, hogy good for you. Ami szó szerint defordítva azt jelenti, hogy jó neked. Igen. Ha ezt egy magyar kimondja a másiknak, hogy jó neked, egyből érzed utána a veszőt, és azt, hogy beszél nekem, vagy... Amúgy meg, bél meg. Igaz? Igen. Valahogy ott van egyből a hátsó gondolat mögötte. De amúgy meg is lepődnek. Épp most találkoztam egy régi ismerőssel, dolgoztunk együtt egy brókerházban, és mondta, hogy alakulgott az ő karrierje, és így örültem nekem, hogy milyen ügyes vagy, hajrá, mondom, csak itt tudod, így kell csinálni. És így megmondta, hogy amúgy nem is vagyunk a közeli barátok, tudod, és így, kösz. Na, hogy nekem, az én barátok, ugye az változik. Szóval nekem az van, hogy ahogy az élet körülményem, az élethelyzetem az változik, azért úgy változik, ahogy növekszel, bent egyre érettebb vagy, másképp viselkedsz, más típusú munkát végzel, más típusú barátaid is lesznek. És itt nem csak a pénzbeli különbségek miatt, itt gondolkodásmód, vagy élettapasztalatbeli különbségek véget, az emberek mindig olyan barátai lesznek, és ebből jön az, hogy minél több, hány milliómos barátod van, hány milliómos ismerős, és ugye öt barátod, meg tudom mondani, hogy akkor milyen a te pénzügyi helyzeted, hát van egy pár csilliárdás, hál' Istennek, úgyhogy jó felé haladunk, de ez változik. Szóval a baráti kör azért az változik, vagy földrajzi adottságok miatt, az mindenféleképp, de ez a kis különbségek az életutak között, hogy ki merre megy, tudod, az előjön. És az én baráti körömben, az a barát, azt vettem észre, az a barát, aki őszintén tud örülni a te sikerednek. Szóval nincs benne ez a vesző, bémeg, amúgy meg, rohadjál meg kategória, hanem ez a, igen, tényleg, ez az, ügyes vagy, így kell csinálni, ez az, meg tudod csinálni. Mondja, igen, ez, és akkor azt mondom, hogy igen, pontosan. Szóval tényleg ilyen az olasz haverom, és ilyen a lengyel haverom, szóval tényleg ezek ilyen, vagy az indiai haverom, ők is olyanok, mint Edvány. Ez nincs túl sok barátom, kb. Egy kezdve meg tudom számolni, de ők ilyenek. És ez átadít előtt a kommentekben, hogy most hadd vegyem meg a kommentelőket, mert csomó pozitív kommentet is kaptam, hogy ügyes voltál, megérdemled, meg tényleg ez egy nehéz helyzet volt, mert nagyon jól tettem, hogy zártam, pedig elment volna minden. Szóval ez egy éles helyzet volt, és megmutattuk, és örülünk, hogy tetszik nektek, és igyekszünk majd csinálni több ilyet. Sőt, amúgy ilyen challenge-en is gondolkodtam, azt mondtam neked? Nem. Olyan challenge-en gondolkodtam, amúgy, hogy ilyen... De múltkor játszod azt, amit az ASZ-t. Bocsánat, a challenge az játékot, vagy kihívást jelent. Kihívás, igen. Mert múltkor próbálgattam, hogy ugye föltettem az ASZ-t, én kis számlán, 1000 euróból csináltam 3200, valami ilyesmi lett a végén. Akkor próbáltam, hogy jött, hogy mondom, jó, akkor 500-al se, 400 eurót tettem rá, 400-ban csináltam 2000-et. És most azon gondolkodok, hogy meddig tudnám megcsapni, úgyhogy akkor mondjuk elkezdem mondjuk 1000-rel, vagy egy 3000-es tőke, vagy 1000, és akkor 3000-es teljes tőkéből meddig tudok elmenni mondjuk az év végéig. Érted, hogy ezt meddig lehet boostolni, mondjuk, hogy tudod, hogy nem azon kiveszem, hogy 1000-be csináltam 3-at, és akkor kivettem, hanem mondjuk 1000-be csináltam 3-at, a 3-ból nem tudom, visszakaszítettem 1-et, akkor a 2-ből csináltam, hogy abból mi lenne.
Egy valamit azért hadd tegyek ehhez hozzá, hogy ez hozzatartozik az Attilának a kereskedési stílusa, ő meglehetősen agresszív. Tehát aki most hirtelen vérszemet kapott, és úgy gondolja, hogy akkor ő is így csinálja, ez csak akkor lehetséges, hogyha az ember nagyobb kockázatot vállal, mint a normális money management egyébként engedni. Tehát csak akkor engedni, tehát hogy mondjam, a szabályt azt csak akkor szabad megszegni, hogyha tudod, hogy mit csinálsz. Tehát hogy miért szeged meg, vagy hogyan szeged meg ezt a szabályt. Csak hogy, ugye mivel kicsit ülkével kezdtem el, csak hogy azért, mert ez egy érdekes, szóval abban a helyzetben helyeztem el magam, tehát tudod, minden pozitív, tehát a dollár japán ilyen long az pluszos, az indexek pluszosak, és az arany sell is pluszos. Mm. Szóval sell-re is, long-ra is. De hogy ez csak hogy ugye kis tőkével, mert hogy mit csináltam? Csak olyan helyen tudtam beszállni a kis tőkével, hogy legyen, mert amúgy meg a gondolkodásom az olyan, hogy most 10-20 dollárra nem fog belemenni. Mm. Hanem nekem amúgy is a stoppom az ilyen 170 dollár, 100 dollár, 150 dollár, 200 dollár, ilyen stoppokkal vagyok. Hogyha mondjuk benéznék egymás után 5 stoppot, akkor csak akkor elszállt a történet valószínűleg. Azt is hihetetlen, hogy az ember hogyan megváltoztatja a kereskedést, mert akkor nem vagy annyira azért, hogy jó, hát most benéztem egy stopot, semmi probléma, következő 10-re visszahozom. Hanem ott precízen ott kell lenni. Szóval például olyanokban mertem, csak olyanokban szálltam bele, hogy engulfing gyertya, fundamentálisan irányba vagyok, szóval spekulációm alapján mondjuk például emelkedés várható, mm-hmm. és engulfing gyertyában nem az, hogy megcsinálta az engulfing gyertyát és beszálltam, hanem engulfing gyertya visszatöltött több mint a felét, akkor szálltam be, és akkor nagyon rövid stoppot tudtam tenni, így akár 0,7 vagy 1 lottal is tudtam nyitni, és a stopom az meg ilyen 20 pipre volt, mm-hmm. vagy kevesebb, vagy 10 pipre, meg 15, és akkor tudod, visszatöltött egy picikét, és 1 lottal megcsinált 15-20 pipet jó irányba, csókolom 150-200 euró. Szóval azért ez is egy olyan történet, hogy akkor ott azért már nem az van, hogy akkor veszek még egy... Nem, ott az nagyon meg kell szűrni, de ami a jó, hogy láttam azt, hogy amúgy a stratégiák működnek. Szóval a key level ott van, ahol kell, a zengulfing ott van, ahol kell, fundamentálisan alán támasztva, van magabiztossága az embernek, hogy tudod, hogy mit csinálsz, vagy hogy merre állsz arccal. És ugye hát ebben azért tapasztalat az ember. De most milyen challenge-re gondoltál tulajdonképpen, hogy kérni valamiféle versenyt? Én magamnak nem akarok, magadnak. Azért nem akarok versenyt kérni, mert most sok ilyen vannak ezek a funded accounts. Igen, hallottam róla. És... Hiszt meg benne néhány. Igen. Engem konkrétan megkerestek, nem is engem, hanem a Psalmeket, a Co-Markets-es ismerőst, és konkrétan fel ezt árulják. Szóval van egy ilyen rendszer, ahol konkrétan amúgy a díjakból, amit befizetnek, ugye úgy néz ki ez a funded account, aki még nem harap róla, azért elmondom, kitalálták azt, hogyha keresnek jó trédereket. Hogyha jó tréder vagy, és előfizetsz, akkor kapsz egy számlát. Na most már itt büdös tojás az egész, hogy kapsz egy élő számlát mondjuk 50 ezer, de ja, és attól függ, hogy 50 ezer, 100 ezer, vagy még több, akár 1 millió dollárt kapsz, az attól függ, hogy mekkora havi díjat fizetsz. Hol indul a havi díj? Szóval 300? 200-300, mindenféle van. Most láttam olyat, feldobott nekem, hogy egy millió dollárig feltöltik, de le kell tenned 5000. Mm-hmm. Szóval, hogy konkrétan kapsz egy demo számlát, amit úgy buhálnak meg, ahogy akarnak, és kapsz egy olyan keretrendszert, hogy nem lehet a drawdownot több mint 5%, nem csinálhatod ezt, nem csinálhatod azt, ha meg véletlenül netán összejött, meg kell az ilyen, akkor mit tudom én, 100 000 ember, vagy 1000 emberből, aki befizetett mondjuk 1000 dollárt, ugye mind, akkor az 1 millió dollár bevétel van nekik, és akkor ebből ők párat, aki úgymond nyerőben volt azon a héten, vagy abban a hónapban, azokat kifizetik, és akkor mit tudom én, visszaosztottak az 1 milliós bevételből, nem tudom, 100 000-et, vagy 50 000-et. És akkor az a pár ember, aki megkereskedik, az meg földös csapkodja a seggét, hogy úristen,
egy ilyen demo számlával, mert úgy ugye azt hiszik, hogy ez egy élő számla. És ott is ilyen izék vannak, hogy akkor, hogyha első hónapban teljesítetted, akkor utána meg még teljesíted, a harmadik hónaptól teljesíted, utána majd, és ugye ez minden jobban bonyolódik, hogy minden nehezebben érd el a célt, és tud kivenni a tőkédet. Valamint ugye a nyereséget, ugyanis csak a nyereséget veheted ki. Szóval ki van az egész adamon kérdezve, hogy magas kockázattal, ugye mert abban hajszolnak bele, hogy minden többet nyerhetsz amúgy, de hát izé, nem lehet magasabb drawdownod, bele vagy abba hajszolva, hogy egy teljesen manipulált rendszerben, amiből tényleg tudom, gyerekek, van kifizetés, meg ki kell fizetni azt a párat, kell egy párnak adni, hogy akkor ő utána lebegtesse, hogy ő megkapta a pénzt, meg mit tudom én, de nem lehet olyat csinálni, hogy mit tudom én, vettem Amazon részvényt, azt tartom egy évig. Ilyen nincs. Szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egy oldalú az egész, és erre szeretném felhívni a figyelmeteket, tényleg sok van, és ez egy átverés. Ezek az ilyen típusú, hogy ha 100 dollár, akkor csak 10 000 számlát kapsz, hogyha 1000 dollár, akkor már 100 000-eset, hogy ki az, aki ad neked 100 000 dollárt, csak úgy. Úgy, hogy nem is ismer, nem tudsz kereskedni. Azt elbukod, az semmi probléma, azt megint mehet újból a történet. Elbuktál 100 000-et, és utána megint befizetsz egy 1000-est, és megint kapsz 100 000-et. Vegyétek elő a józan paraszti észt, ugye? Hát szóval ezek demoszámlák, mert egy broker meg tudja csinálni azt, hogy egy demoszámla úgy néz ki, mint egy élőszámmal lenne. Így van. Simán. Így van. És az a helyzet, hogy ezt nagyon-nagyon sokan úgy hiszik, hiszen látják azt az egy-két embert, aki szerencsés volt, vagy ő kifizette, hogy én is leszek majd ilyen szerencsés, és ahelyett, hogy azokat a kis pénzeket, azt a 100, 200, 300 eurót félrepakolgatnák, ahelyett befizetik ezeket a díjakat, majd egyszer szerencséje volt, egyszer nem, egyszer szerencséje, és ha megnézed, hogy akkor mondjuk az elmúlt egy évben mennyi pénzt vertél ilyen hülyeségre, ahelyett vertél volna magadnak minden egyes befizetéskor, mit tudom én, egy darab Tesla részvényt például. Már többre mentél. Vagy egy darab Microsoft részvényt, vagy egy darab bármelyiket, amelyeket mondjuk a FANG részvények közül bármelyiket, Netflix-t. Mindenkit az vonz gyakorlatilag, hogy ugye az embereknek többségének, illetve a kezdőknek pláne nincsen tőkéje. Az vonza, hogy azt mondja neki valaki, hogy öreg, itt van x 100 000 akármennyi, mint tőke, bizonyíts be, hogy tudsz kereskedni. Abban a bizony pillanatban mindig ráharap nyilván. Hát tudom, az egyik mentoráltam nálam most végzett, és mondta, hogy akkor ő most már megy oda. Mondtam, ne menj, hidd el nekem, hogy még nem. Előbb-utóbb abból baj lesz, először is elő van írva az 5%-os drawdown, ami nagyon hamar előfordulhat. Szóval nagy szerencse kell hozzá, hogy egy hónap alatt ne forduljon elő egyszer se. És akkor elvesztette azt a pénzt, amit befizetett. Akkor előről kell kezdeni. Akkor megint be kell fizetni neki pénzt. Szóval, na jó, eltértünk a témától. Eltértünk, azért eltértünk, mert a challenge-el kapcsolatosan bejött ez. Aha. És ott csinálok ilyen challenge-eket, de úgy, hogy tényleg az a nyalóka, hogy itt van neked 100 000 dollár, és hogyha rákeresel x 100 000-et, akkor azt kiveheted. Józan paraszt ész, ahogy mondtad, ki az, aki neked csak úgy ad 100 000 dollárt? Ki? Miért? Azért, mert befizetsz 100 dollárt, vagy 300-at, vagy egy 1000-est, vagy 500-at? Ha befizetsz 500-at, kapsz érte 100 000-et, hogyha elbukod, nem vagy, akkor megint kapsz érte. Szóval nem fogsz nyerni. Egyszerűen olyanok voltak, hogy hát hogy van meg a szignál szélben még az a kötésem? Hát neki már nincs. Hát lehet, hogy azért nincs, mert hogy demószámlán meg voltál hackkelve. Aztán köszönjük szépen, ennyi volt a részvétel. Hogy volt még ez a, az is Magyarországon megy, és ráadásul ilyen UK cég, ez az ilyen Trading 212, valami ilyesmi a neve. Ott egy olyan volt, gyerekek, küldt a csávó képet, Facebookot kereskedtük, a Facebookon volt egy 37 dolláros spike. Mm. Szóval ez volt a csárt a Nasdaqon, és nekik pedig volt egy ilyen leszúrás, így le, és neki nem volt meg az a részvény, hát hogy.
És akkor ült a képet. És ez a Trading 212 volt, úgyhogy vigyázzatok az ilyenekkel, mert nagyon-nagyon sok market maker cég van. Tudjuk, nagyon sok cég, még a saját bankod is amúgy ellenet fog kötni. Szóval be fognak bíbukkolni. Az biztos. Hiszen azt mondják, hogy jó, statisztikai szempontból valószínűleg te nem tudsz kereskedni. Itt jön be ugye a stratégia, itt jön be az, hogy pozíció méretezés, itt jön be az, hogy ugye, hogy hol van a jelzés, hol nyitok, hol a stoppom, hol a tépém, ugye az exit meg entrance. És azt mondják a többiek, hogy hát amúgy statisztikai szempontból így van, az emberek többsége az veszi. Na most pontosan ezért csináljuk mi azt, amit csinálunk, mert az oké, hogy saját magunknak tudunk dolgozni és tudunk pénzt keresni, vagy hogy megvannak a hosszú távú, rövid távú befektetéseink, meg mellette természetesen kell az ingatlannak, kell ugye a hedge fundban gondolkodunk, a német piacban gondolkodunk, szóval hogy az ember előrefele törekszik, de azért oktatjuk és azért adjuk át, mert hogyha működik, akkor miért? Szóval annál nincs nagyobb öröm, én nagyon szeretem azt, amikor valakinek leoktattam a stratégiát, kielemeztünk valamit, megcsinálta és nyert. A saját brokerénél, az admirálnál, vagy az Ice-nál, vagy Pepperstone-nál össze-vissza vannak. Tök jó! Nagyon jó! Szuper! Itt bejön ugye az a kérdés, amit szintén felszoktok tenni, hogy ha ilyen jól tudjátok, akkor minek oktatjátok? Én meg visszakérdezik, miért ne? Amúgy ez egy piac. Ez meg se fordul a fejükbe. Igen. Ameddig az embernek van rá ideje, akkor miért ne? Meg én szeretem, én mondom, nekem már fiatal koromban talán az megírtam. Igen. Nekem eszembe jut, hogy Erdélyben volt irodám, és ott brokerháznak dolgoztam még akkor, és akkor volt az, hogy vizelrészvényeket árultunk, de ilyen február-márciusban, és ugye az volt a fundamentális back, hogy nagyon szép felszállalmat, hogy most vegyük meg február-márciusban ugye a vizelrészvényeket, kint a londoni tőzsdén, akkor volt valamilyen 27 font, vagy 2,7, vagy azért, és hogy vártuk, hogy ilyen 5-6-ra fölmegy. És föl is ment. Szóval ugye szeptemberben akkor meg dobni kell, hiszen végül a nyári szezonnak. Ez egy ilyen szezonális kereskedés. És mondta nekem egy sose felejtem, egy favágásra fog, nagyon sokan dolgoznak fafeldolgozással, és mondta nekem, hát hogyha ilyen jó az a részvény, hát miért nem veszek magamnak? Hát mondom, én vettem. És hát hogyha ilyen jó, akkor nagyon jó, akkor tartsam is meg. Hát mondom, meg is tartom, mondom, szeptemberben beladom. Na, akkor ennyi, hogyha meg ilyen jó, akkor tartsa meg, mert hogyha ilyen jó, akkor miért? Ugye már most az volt a pont, hát hogyha ennyire jó vagyok, akkor meg miért mondom ezt el neki, érted? De ez amúgy benne van, ez szerintem ez egy ilyen, magint egy magyar virtus, hogy amúgy ez a miért jó ez nekem kategória, ez így az a miért jó neked az, hogy nekem jó lesz. Tudod, hogy itt már valami, volt olyan tárgyalásom, hogy levezettem, oké, rendben, ja ezért volt, Daimler, kim voltunk, kimentünk egészen Tusványosra, Tusnádfürdőre, ott van egy nagy szálloda, és ott voltunk amúgy Tusnádfürdőn tartottam én is egy szemináriumot, de nem jöttek ebben a tizenvalahányan voltak. És akkor levezettem, hogy akkor BMW és Mercedes osztalék volt az előadásnak a tematikája, ugye ez a kettő cég, ez egyszer fizet egy évben osztalékot, idén is rekord volt, az ugye 8,5 eurót fizetett, ami százalékban is közel ugyanennyi a BMW-nél, és levezettem neki, mondom, hogy itt ez igen, az értékpapírszámla, a részvény, megveszed, te vagy a tulajdonos, és ezért kapsz osztalékot. És tudom, mi volt a válasz? Figyelj! Ez így legit, ez így oké. Hol van az átfedés? És én nézem, mondom, hogy mi? De amúgy arra meg van eszük, hogy a parkolóban 10.000 eurót odaadjanak bitcoin kereskedőnek, érted? KP-ba. Mm. Szóval ez ilyen, de én nekem felszoktam, és azért, de mindegy, ennek a fobágos sztorinak az volt a végül, én is visszakérdeztem,
Ugye, mert miért oktatunk, ugye? Mm. Vagy miért adjuk mi ezt a szolgáltatást? Én is visszakérdeztem tőle, hogy akkor, hogy nekem, hogy akkor ő, de van, igen, és mondom, jó minőségű a fa? Igen, igen, igen. Hát akkor miért adja el? Hát akkor miért adja el? Hát tartsa meg magának az egész erdőt és a fát. És ugye erre a logikára nem tudott mit válaszolni, hiszen ugye itt az ő között meg az ő véleménye, hogy miért csinálunk oktatást, vagy miért adunk el valamit? Azért, mert tudom azt, hogy azzal a termékkel, vagy azzal a szolgáltatással én valami jót adok tovább, és abból neked valamilyen extrád bevételed lesz, azzal tudsz kezdeni valamit. Legalábbis biztos, hogy nem fogsz adni 10 eurót KP-ban egy parkolóházban bitcoin kereskedésre, vagy valamilyen kriptos, robotos átverésre. És ugye megütközött, hogy hát alapvetően, hogyha van valami jó, amire van igény, mert az a helyzet, hogy nem nagyon talál, hogy mondják amúgy a tanítványok is, hogy hát nem nagyon találkoztak olyan, aki egyáltalán élőszámot mutatott volna nekik. Ilyen nem. De én mindig úgy kezdem, hogy jó, na a gyerekek, itt vannak a withdrawalok. Szóval nem azt mutatom, hogy mi így meg úgy, hanem mennyi pénzt vettem ki. Ezt megmutatom. És akkor már teljesen másképp állnak hozzá, hogy ja, hogy ez így, aha, és akkor más a leállítás fekvés. Szóval miért csináljuk? Én amúgy szeretem, de ahogy csökken majd az idő, és pont ez volt, hogy egyszer benéztem, és buktam, és akkor elkezdtem emelni az állat, hogy mondom, jó, van az, amit tudok keresni a piacon, és van az, amit tudok keresni az oktatásokkal, és ennek valamba kell lennie. Szóval ezért kerül annyiba az oktatások, amennyibe kerül, és nem lesz olcsóbb. Szóval az, ahogy menjünk tovább, nem lesz olcsóbb, és aki pedig tényleg komolyan gondolja, én tényleg szívvel lélekkel, akár csak a Géza is, és tényleg örülök neki, hogy tudunk vele foglalkozni, ameddig tudunk. Ha már tényleg nem lesz rá úgy idő, vagy úgy az ember megunja, akkor meg nem fogjuk csinálni. Akkor lehet menni valahol máshova. Még van tervünk. De azért, mert milyen fiatalosan gondolkodik? Egy 70 éves. Na, ezt is megkaptam, az egyik short videóban valaki odaírta, hogy miért nem sminkeltetem ki magam, mert úgy nézek ki, mint a Hannibal Lectornál a bőzelés. Hát, Nem vett személyes, aki ennyire nem volt gyerekszobája, hogy egy 70 éves embert a kinézéséből kritizáljon. Nincs más dolga. Valamivel csak belekedett kocsinál. Persze, azra még nem dugott bele senki. Ez hiányérzet volt. Igen, de szerintem vannak ilyen trollok, nem így regét fölébred, és így leül a gép elé, és akkor Facebook, YouTube, minden a TikTok, amit csak tud, és nyomja az ilyen trollkodást, hogy az anyádban nézel ki, meg ezért. Miközben ül háromnapos pizzával, meg egy buborékmentes kólával a számítógép előtt, munkanélküliként. Ja, valószínűleg. Volt egy ilyen, hogy ti tanulni meg magyarul. Ez volt a komment. Ti tanulj meg magyarul. Mondjam tovább. Jó, vannak azért. Még egyszer, ti tanulj meg magyarul. Vannak azért. Remek. Hát ilyenre szokták. Jó, hagyjuk tényleg. De ez a szint. Erre szokták most mondani, már kialakult ez a szint. És erre mondják, hallottam a... Én nagyon szeretem az ilyen komédiákat, szóval Hofi, meg ez. És akkor vannak ezek a stand-uposok, a mostanik, akik így törögnek. És akkor erre mondják azt, hogy ez valószínű fideszes szavazó volt. Hogy most elitalálod. Amúgy most, ahogy apropó Fidesz, már megint kilóg a lóláb, ugyanis volt egy aktozás a Lövőnél. Azt láttad a képeket? Nem, én nem ismerem. Én csak hallottam, hogy van egy ember, Lőrinc, akire szépen át van lapátolva a pénz valamilyen módon. Ennyit tudok róla. Ja. De is, hogy azt mondta, hogy valószínűleg okosabb, mint a Mark Zuckerberg, mert megadta rá. Igen, mert Mark Zuckerberg nem tud gáz szerelni. Ő tud. Érted? Szóval ezért.
meg már Zuckerberg nem beszél magyarul, ő pedig beszél, ez is egy ilyen komédiában van. Nagyon ezt, hogy kidolgul Olaf, hogy azért keményen mennek a milliárdok. De mi volt ott, hogy valami jasztot találtak? Hát 27 milliárd forintba kerül. Itt a jacht. Igen. Hát az a magyar népnek a jachtja, amit ugye abból vettek, hogy áttették az autópályákat hozzá, vagy például az elektromos számlán a díj az úgy van kiszámolva, hogy a rendszer használati díj, ami megy a lőnőnek, meg a előállítási díj, ami pedig van 13 forint, és veszteség ez, az állam még támogatja, az állam támogatja azt, hogy kifizessék a pénzt a lőnőnek. Mindegy, szóval nagyon kemény dolgok vannak, és amúgy apropó, mint külföld, nem egy külföldi élő magyarok vagyunk, úgymond, ugye? Én végképp, szerintem külföldön élő. Azt mondják, hogy miért pofázunk mi ebbe bele? Na hát most én kérek elnézést, de ez már a veszélyes szint kategória, amikor már ilyenek mennek, és én ebben nem is elkeltem is szavazni. Nem. Mondom, nem élek ott, miért szóljak bele, nem? Én is kapom mindig a levelet, hogy igen. Orbán Viktor miniszterelnök, hogy szabályos személy szerint igen. Szavazzak már. Igen. És már előre be van X-elve. Nem, de megkeresik. A külföldi magyarokat megkeresik levélben. Hát igen, ugye ott levélben lehet, és ugye nekünk van, ugye? Nem is tudom, hogy van. Mert például, akik London vagy Berlinbe raknak, azoknak nem lehet levélbe szólni, be kell menni. Tudod? Mindegy, most lehet elkezdni politizálni. A lényeg az, hogy mennyi kilóval óláp, hogy lopnak, és azt akartam mondani, hogy én nem jártam szóval, hogy nekem tényleg úgymond pofámlapos, de amikor már olyan szintek van, szóval már olyan szinteket ütünk meg, mint egy ilyen, hát nem is Kádár rendszer, hanem hát az én nem emlékszem rá, hála Istennek, vagy hogy hála Istennek, nem hála Istennek, de én nem emlékszek ilyenekre, de éltem Oroszországban másfél évet, és tudom, hogy ott hogyan működnek a dolgok. Tudom, hogy ott hogyan néznek ki a közintézmények, tudom, hogy ott hogy milyen oktatási rendszer van egyáltalán. Láttam, hogy ha nincs pénzed saját magadnak magán tűnik el, akkor megesznek a patkányok konkrétan, és hogy ebbe az irányba megyünk, és tavaly volt az első olyan, hogy akkor elmentem szavazni, hogy legalább már ne ennyire gyerekek, hát már ennyire kilóg a lóláp, hogy 27 milliárd forintos jachttal mennek el a haverok lopott pénzből, tudott úszkálni az Adrián, meg elrepülgetünk ugye Pízába, meg röhögcsélünk. Azért már az embernek kinyílik a bicska a kezébe, hogy azért ennyire lopni azért nem kéne, és ezért foglalkozunk vele, mert sérti a magyarságomat az, amit csinálnak. Sért. Mert nem ilyenek vagyunk mi. Szóval mi nem utolsók vagyunk Európában. Márpedig ugye a számok szerint csak a bulgárok, átlag színvonal szerint csak a bulgárok élnek rosszabbul, mint a Magyarországon. És ez idegesít, hogy megvezetik a népet, hogy hazudnak és megy az agymosás. Ez idegesít. Ez szomorú dolog végül is, ugye belegondol az ember. Amikor én Németországban éltem, ugye 8 év után nekem járt volna automatikusan a német állampolgárság, és azt mondtam, hogy nem veszem föl, mert én Magyarországon születtem, én nem vagyok német, én magyar vagyok, stb. És most 70 éves fejjel gondolkodom rajta, hogy mégis elmegyek és becserélem az útlevelemet. Nem szomorú ez valahol? De. 70 éves fejjel. De. És nagyon-nagyon-nagyon sokan vannak úgy, hogy ezzel egyetértenek, és tényleg remélem, hogy lesz valami változás. Fú, de látod? Tessék, egy kicsit belehúztunk itt a lölőbe, és már előjöttek a problémák, ugyebár a srác, aki kétszer váltott rendszert, egyszer ide, egyet előre, kettőt hátra,
típusban tologatja, vitja itt a sebességváltót, de alapvetően mi nagyon-nagyon szeretjük Magyarországot, és szeretünk magyarnak lenni, és ezt nem lehet elvenni az embertől, akármilyen szavakat találnak ki azokra, akik nem értenek együtt a rendszerrel, ezt nem lehet elvenni tőlünk, ezt sose fogom hagyni, és mindig is bele fogok állni, mert ami az igazság érzetemet, én tudom, ami az igazság érzetemet sérti, Nem. Úgyhogy megyünk, most én holnap repülök, megérkezem a 27%-os áfa földjére, és tartunk egy nagyon jó, és szerintem egy olyan egyedülálló szemináriumot. Igen, még nem volt, igen. Igen, egy Traders Day lesz csütörtökön, ugye a Ritz-Cartonban. Túljelentkezésünk van, mert nagyon sok a kérdőjel amúgy, hogy most lehet, hogy tudok jönni kategóriával, de lesz online is, úgyhogy föl fogjuk venni, mert nagyon sok érdekes dolog fog előjönni, hiszen az egész ez egy gyakorlatias átültetése lesz annak, hogy mi amúgy hogyan kereskedünk, meg mit miért csinálunk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, tényleg brutál jó lesz, és oda tesszük magunkat, úgyhogy itt még egy pár napig lehet jelentkezni, mert azt mondtuk, hogy vasárnap bezárjuk, de miután maradt hely, legyen az, hogy kedd. Hát az holnap van. Az holnap. Én inkább azt mondom, hogy akik már jelentkeztek, akik már jelentkeztek, azoknak küldünk majd e-mailt, és egy visszagazolást kérünk majd, hogy akkor tényleg jöttök vagy sem, amúgy tényleg mindenkinek, aki most még egyszer mondom, aki volt a haladó oktatáson, vagy a Gézánál mentoráláson, nektek mind ingyenes, jó? Szóval nem kell megijedni az e-mailtől regisztrációnál, nektek mind ingyenes, úgyhogy gyertek, ismételünk, haladunk tovább előre. Akik pedig újak, és most regisztráltak, azt meg beleszámoljuk amúgy az oktatásnak a díjába, és csütörtökön nekivágunk a piacnak, legalább itt legyünk amerikások, azért kereskedünk, hogy nyerjünk, ezért állunk bele, és ezért használunk stratégiákat, és ezért vagyunk mi abban a, hát nem is 10%-ban, lehet, hogy 5%-ban a piacon, akik nyereségesek, konzisztensen nyereségesek, és ezt is adjuk át, hogy ezeket a stratégiákat hogyan tudjátok ti is kihasználni, és ne azért nyissatok longot, mert most épp fölfele ment, vagy azért szeret, mert most épp lefele ment az árfolyam, hanem tényleg tudjátok, hogy mit miért csináltok, és tényleg brutál jó lesz. Nagyon jó lesz, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. És zárnám akkor ezzel a mai podcastunkat. Én is még egyszer szeretettel várunk mindenkit. Ha tetszik, amiről beszélünk, most a podcastról beszélek, akkor osszátok meg, biztos vannak ismerősök, akiket szintén érdekelhet a téma, és esetleg segítetek neki vele. Az rendben legyen velünk, viszontlátásra, viszontlátásra. Aztán legyen velünk. Sziasztok!